Figyeld, vettem egy új fénykardot. Igen, már multi-multi. Na, nem volt ilyen, amikor megvettem. Ez szívás. Most mehetsz venni újat? Hát, ja. Ez pont amikor én vettem új lézerkardot. Miért, akkor mi volt? Hát... Amit most vett fénykardot, arra 2 év garanciát vállalunk. Azzal a gombbal lehet kinyitni. Ne meg ne nyomja! Hú, baszki, akkor én még sokkal jobban jártam. Hogy sosincs semmi jó, mindig csak a szar megy ebben a rohadt tévében. Mit akarsz? Hát, képzeld el, hogy én... egyet, kap egy dobozt ajándékba is mellé. Miért egyébként doboz nélkül adják? Kicsi gyökér. Na, húzzál innen! De, bajom van, hely! Bácsi! A maga fia abban az iskolában erre van, most miért nem segít a saját iskolájának, fia iskolájának? Azért, mert az nem az én fiam, te kis gyökér, hanem csak oda beraktam, mert az utcán találtam. Úgyhogy takarodj el innen, mielőtt kihívom ide a rendőrséget. De. Nincs semmi, de takarodják ki azon az ajtón. Jó van. Gyere vissza. Bunkó népség. Gyere vissza, te kis genyó. Tudod a lányomat? Nem. És nem veszed esőt itt? Belé törfetem itt. Jó, hány dobozzal? 5-et. Rendben, akkor vennék 6-ot. Itt a pénz. Köszi. Na akkor én most mentem is. Na edzünk egy kicsit. Jaj, oppa, öcsi, ne itt játsszál, gyakorlás van. Na, menjél szépen haza. Na jó, ez így nem volt oké. Hello. Rég láttalak. Te nem akarsz bedobni egy sört? Rendben. Közben mesélek neked a nagy csatámról. Milyen nagy csatáról? Hát, egyszer én megvívtam egy szörnyet. Hát, az úgy volt, hogy egyszer egy borús napon végzek veled, te undorító valami. És ez a történet annak, hogy hogy győztem le ezt a borzalmas szörnyet. Ön? Egy táskán? Hát, mondjuk ki, az anyósom volt. Csapos, 2 pofa sört ide. Két pofa sört? Hát, most jó lesz. Na te, ez pont olyan, amikor amikor engem el akartak ölni, üldöztek, és meg akartak ölni. Igen, ez mikor volt? Hello, sokat késtem? Nem, de hogy ki vagy? Hát, azért jöttem, hogy megöljelek. Bassza meg. Te egyébként hány óra van? 4 óra múlott. Ja, a munkaidő vége, akkor hello. Szia. Na, még jó, hogy megúsztad. Thank you.
ki az a két genyó volt? Meg mi ez a zene? Ezek rohadtul eltévedtek. Hát. Végezz nem csak most csak. Vegye el lába. Vegye el intézetnek. Hé, hey, csapos, egy palacsintát. De gyorsan. Kérne öntétet? Már maga is elkezdi? Miért mondja mindenki így, hogy öntétet? Á, megörülök! Nem igaz! Mindenki így mondja már, hát ez hihetetlen! Na jó. Nem kérek. Hé, hey, testvér, van egy kis apró. Maga hozzám beszél? Igen, testvér. Mi kéne, jó ember? Mi kéne, jó ember? Sapró. Azt ugyan nem kapsz. Hogy kerültél ilyen helyzetbe? Azt hozzá többet, túl sokat szívtam. Hát, most, hogy mondod, nekem sem ártana. Hát, elég rámatul nézel ki. Tessék itt egy kis gyógy. Álljál. Jaj. Köszi. Na, akkor mentem is. Kise fizetem, köcsök. Háhá. Ezt a vackot. Hé, haver, csá! Cső! Magad meg jöttem fel, és ilyen droidok, vagy ilyen katonák rám támadtak. Vagy hát nem támadtak, csak mondták, hogy de tók nincs munkák, és fegyverük van. És kicsit csúnyán néztek rám, és futottam idáig. Hát, nézd meg, hát a kalandos napod volt, hát nekem meg ez a rohadt ártud ditú jutott, ami nézd meg, hát rohadt szemetes. Azt mondták, ez a legjobb modell, azt még a chipset zacskót se veszi be. De ez egy droid. Tényleg, mondjuk elég érdekes volt, hogy a karalábét azt mondjuk elfogadta. Na nem baj, akkor feljövöm a szolgáltatót, hogy vegyék ki, mert ez így nem jó. Na jó van, szevasz. És bezársz? Mint az állat, háááá! Mert nem kell az ügyfél szolgálathoz, de egyébként most jutott eszembe, emlékszem, amikor találkoztunk egy majd. Még egy... Csak lófaszt nem láttunk belőle? Ezzel a mai résznek vége. Azt meg ezt én akartam. Na most vitatkozzunk erről, jó? Következő részben te mondod. De egy kis ízelítő a következő részből. Megdugtam a nénikédet. Stáblista. Naikunk, izborzalom, Oktoberfest stamlizom, Svantig liter csurizom, Dajcsalajcsit hallgatom, Beckenbauer kánydaga, Bánamert címik trabant, Ért van parkas DDR, Grosse bar! Migiri, 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 u i u a a ting tang, Ben van a lukban, u i u a a ting tang, Valogal a bing bang!